Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Újabb fél évvel meghosszabbította az Európai Unió az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciókat, mivel nem történt előrelépés a minszki megállapodások végrehajtásában. Erről kérdezzük Igori Gléna, Oroszország szakértőt, aki itt is van velünk a vonalban. Szervusz Léna, köszöntünk a műsorban. Szia Tamás, és köszöntöm a hallgatókat is. Nyilván nem minden hallgatónk tudja, hogy mi is az a minszki megállapodás, úgyhogy talán kezdjük ezzel, mit kell tudni erről a megállapodásról. A minszki megállapodást tulajdonképpen az EU tárgyaló delegációja, tehát francia, német elnök, illetve Oroszország és Ukrajna kötötték egymás között Minszkben, Belorussziában. És a megegyezésnek a lényege tulajdonképpen a Ukrajna keleti részén zajló konfliktusnak, tehát a Donbászban zajló ilyen hibrid háborúnak a rendezése lett volna, vagy tehát arra hivatott. Tulajdonképpen az orosz fél deklarált módon nem résztvevője ennek a konfliktusnak, de hát ez csak deklarált módon van így. Gyakorlatilag közvetett módon mégis nagyon komoly szerepe van ennek a konfliktusnak a létrejöttében, illetve eszkalálódásában és a további folyásában. Ugye a Ukrajnában a mai napig sincs tulajdonképpen egy lezárt és végleges megoldása ennek a konfliktus helyzetnek, és szinte minden nap jönnek hírek arról, hogy ennek a befagyasztott konfliktusnak újabb áldozatai vannak. De most szerencsére ezzel a minszki megállapodással abból a forró fázisból, amikor minden nap nehéz tűzérséggel lőtték egymást a felek, abból szerencsére sikerült kijönni. Ennek ellenére 10 000 fölött van az ukrajnai harcok áldozatainak a száma, és ez a konfliktus helyzet ez továbbra sem oldódott meg. Ugye, az Európai Unió 2014-ben vezette be az első szankciókat Oroszország ellen, és ezt elsősorban a Krím elcsatolásával volt összefüggésben. És aztán utána több olyan dolog is történt, ami miatt Oroszországot újra és újra szankció alá vonták. Egyébként ez egy több számon futó cselekmény, ha szabad ilyet mondani, mert ugye azon túl, hogy Krímet annektált a Oroszország, és résztvevője a donbaszi harci cselekményeknek, azon kívül ugye a holland vizsgálatok szerint is valószínűleg az oroszok lelkén szárad az MH17-es repülőjárat lelövése, amit valószínűleg egy harci gépnek gondoltak az oroszok által, vagy az oroszokkal közösen együttműködő szeptisták, és valószínűleg, tehát hogy minden jel arra utal, egy Bellingcat nevű portálnak a nyomozása alapján minden jel arra utal, hogy Oroszországból kapták azt a Buk nevű rakéta rendszert, amivel lelőtték ezt a repülőgépet. Tehát ez is alapjául szolgál Oroszországgal szembeni szankcióknak. És hát nem kell elfeledkezni arról sem, hogy például mondjuk a Skripal ügy kapcsán is újabb szankciókat vezettek be velük szemben, továbbá most ugye az északi áramlattal is kihúzták a gyufát nyugaton, illetve Alekszej Navalnyi megmérgezésével is újabb szankciót alá vont személyek vannak Oroszországban. Tehát ez egy ilyen nagyon szerteágazó és sokrétű dolog, amivel kapcsolatban a nyugatnak folyamatos konfliktus helyzete van Oroszországgal.
Ezeket a szankciókat mennyire kell komolyan venni, illetve mennyire befolyásolják negatívan az orosz gazdaságot és az orosz emberek mindennapjait? Az az igazság, hogy eleinte ezeknek a szankcióknak a hatása azt még tetézte az is, hogy az elnök még plusz egy embargót is hirdetett. Tehát, hogy azokon felül a szankció alá eső termékeken kívül, ami mit tudom én, földgáz kitermeléshez kapcsolódott, bizonyos személyek pénzügyi tranzakcióihoz kapcsolódott, ehhez még az elnök, ő maga is vezetett be embargót az EU-ból jövő termékekre, és az nagyobbat ütött egyébként a lakosságon, mint a nyugati szankciók. Tehát az, hogy Oroszországban egy időben hiány cikkek lettek azok a termékek, amiket importból szereztek be, az igazából a 2014-15-ös év környékén volt jellemző. Azóta Oroszország ezeket a szankciós, illetve embargó alá eső termékeket elkezdte máshonnan pótolni, de továbbra is vannak olyan területek, ahol ez hiányokat okoz. Ugye nagyon fontos kérdés például a gyógyszer kereskedelem, a gyógyszertermékeknek a kereskedelme. Ott például, amikor a szankciók bevezetésre kerültek, akkor onkológiai, meg egyéb különleges betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények hiány cikké váltak, és ez sajnos meglátszotta az embereknek az egészségi állapotán, de ezeket is elkezdték generikumokkal helyettesíteni, meg máshonnan beszerezni, meg stb. Tehát, hogy valamennyire kezdtek átállni egy másfajta gazdálkodásra, de azt meg kell jegyezni, hogy az Oroszországban a lakosságnak az életszínvonala azért drasztikusan hanyatlani kezdett. Az elmúlt években részben a szankciók hatására, részben az olaj világpiaci árának a csökkenésének a hatására az életszínvonal elkezdett először stagnálni, aztán visszaesni. Tehát most már azért markánsan látszik az életszínvonal visszaesése, és ennek például az egyik mutatója az, hogy már az elnök is elismerte, most a napokban volt egy TV interjú, amikor arról beszélt, hogy bizonyos alapvető élelmiszereknek az árát hatóságilag maximálni fogják, mert olyan mértékű volt az élelmiszer áraknak az elszaladása. De mondom, ez is egy ilyen több tényezős történet, tehát nem vezethető vissza kizárólag a szankciókra. És azon kívül még szeretném azt is megemlíteni, hogy a nyugati országok igazából mostanában próbálnak új szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, hogy az kifejezetten személyek ellen irányuljon. Ugye nem 14-ben kezdődött a szankciós politika, hanem már 10-ben, amikor a Magnyitszki ügy kapcsán az USA vezetett be bizonyos személyekkel szemben beutazási tilalmat, és tette őket szankciós listára, és az ukrán ügytől teljesen független emberi jogi problémákra adott reakció volt. És ezeknek a szankcióknak a kapcsán szintén vannak egyre több ember kerüli tiltólistára. Most legutóbb például a lefejezéses, franciaországi lefejezéses merénylet kapcsán kerültek csecsemek erre a szankciós listára, és egyre több személy esetében, vagy például a Skripal ügy mérgezéses eset kapcsán is, meg az Alexej Navalnyi féle mérgezéses ügy kapcsán is, inkább ilyen célzott szankciós politikát kezdenek el folytatni. Bizonyos személyeknek a bankszámláit fagyasztják be, illetve
külföldi bankszámláit, illetve pénzmozgását próbálják korlátozni. Mennyire várható az, hogy Oroszország egy ponton túl mindent megtesz azért, hogy ezeket a szankciókat feloldják, mert egyébként eddig nem igazán láttam erre irányuló szándékot? Ez így is van. Eleinte még külön állami kampány is indult, például az import helyettesítésnek a reklámozására, hogy meg vagyunk mi magunkban is, tehát hogy sőt, sokkal inkább sokkal jobb helyről fogunk ezek után termékeket beszerezni, meg a saját gazdaságunkat feltörgetjük ezáltal. Az az igazság, hogy bizonyos termékek esetében ez megoldható, más termékek esetében viszont nem. De az látszik, hogy ennek a tehát, hogy nem igazán lehet ezzel egyelőre úgy néz ki, hogy jelentősebb eredményeket elérni ezzel a fajta politikával. Egyébként milyen jelenleg Oroszországnak a gazdasági kitettsége? Hiszen azért, hogyha mondjuk a földrajzi tanulmányainkra visszaemlékezünk, akkor Oroszországnak van nyersanyaga, meg van feldolgozóipara, meg egész jól lehet természeti kincsek tekintetében is. Magyarul azt is mondhatnánk, hogy akár a saját lábán is meg tudna állni, de egyébként meg nem tud, az is látszik. Igen. Igen, hát Oroszország büdzséjének azért körülbelül 40-50%-a származik a nyersanyag, tehát az energiahordozók importjából, és ezeknek a világpiaci ára nagyon erősen befolyásolja az állami büdzsének az állapotát. Ugye 98-ban történt egy teljes összeomlás, egy krach, amikor fizetésképtelenséget jelentett az orosz állam. Ugyanakkor viszont a következő években iszonyú gyorsan ki is lábalt ebből a helyzetből, mert a konjunktúra, tehát a világpiac is ennek az oldalán volt. Viszont azzal, hogy Oroszországban hát ennyire erősen kitett a nyersanyag importnak, illetve az energiahordozók importjának, azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a termékek jó áron értékesíthetők legyenek, és hát azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban nagyon alacsony volt az olajár, és azért ez rendesen megütötte az állami büdzsét. Azon kívül az elmúlt időszakban az is jellemző volt Oroszországra, hogy nagyon nagy mértékben megnőtt az állami alkalmazottaknak a létszáma. Nagyon sok embert foglalkoztat az állam, és a biznisz, tehát az üzleti élet, az viszont igazából hát nagyon személyfüggő, és ezért gazdasági növekedés az elmúlt időszakban nagyon lelassult, és az embereknek az életszínvonalán is ez meglátszott. És végezetül egy utolsó kérdés, azt is lehet látni, hogy azért Putyin elnök nem sietett gratulálni az USA vélhetően következő elnökének, Joe Bidennek. Egyre inkább úgy tűnik, hogy Joe Biden lesz az USA elnöke. Mennyiben változhatnak az amerikai-orosz kapcsolatok? Kérdezem ezt már annak függvényében is, hogy Biden nyilvánvalóan Ukrajnához mondjuk pozitívabban viszonyul talán, mint az elődje. Igen, ez mindenképpen így van. Ugye Biden kifejezetten jó kapcsolatot ápolt, Petro Poroshenko volt ukrán elnökkel, és pontosan abban a fázisában volt az Egyesült Államok alelnöke, amikor az orosz-ukrán konfliktus a legmélyebb stádiumban volt, ez a leginkább mély volt a krízis. Úgyhogy Bidennel kapcsolatban én azt gondolom, hogy nem, tehát nem várható, hogy most kifejezetten enyhülésnek indulnának az amerikai-orosz kapcsolatok, de azt is meg kell hagyni, hogy Trump elnök idejében sem
Tehát, hogy a szankciók akkor is éltek, Trump elnök, noha ideológiai szempontból lehet, hogy közelebb állt Putyin elnök, mint a valószínűleg levő elnök házusának, ennek ellenére nem lehetett azt látni, hogy most kifejezetten barátivá váltak volna a viszonyok. És még egy dolog, hogy Biden is nagyon komolyan elkötelezettje volt a szankciós politikának, tehát az ő idejével kezdték el ezeket nagy mennyiségben alkalmazni Oroszországgal szemben. Valószínű, hogy ez továbbra is így lesz, és még egy dolgot említenék, mert az az északi áramlatnak a kialakítása. Ugye Oroszország most újra elkezdte építeni az északi áramlat gázvezetéket, és ezzel újra kihúzta a gyufát az Egyesült Államoknál. Valószínű, hogy erre is fognak reagálni az USA-ban, hogy újabb szankciókat fognak bevezetni, vagy a meglévőeket meghosszabbítják, újabb személyeket tesznek föl a szankciós listákra, vagy újabb termékek fognak fölkerülni ide. Igor Iléna, köszönjük szépen, hogy itt volt.